35 éves története során többször előfordult már a Győri Balett életében, hogy egy tabu témát dolgozott fel darabjában a társulat. A Ne bánts is ezek közé a művek közé tartozik. A produkciót május 14-én mutatta be az együttes a Bartók Béla megyei művelődési központban. Hatása pedig nem maradt el, és nem csak azért, mert a családon belüli erőszak problémakörét tárja a közönség elé az alkotás, hanem azért is, mert mindezt megdöbbentő hitelességgel adják elő a művészek. Nagyon sok Győri Balett baráttal beszéltem, akik egyszerűen azt mondják, hogy ők ezt most kihagyják, mert nem akarok én ezzel szembesülni. Szembesülni kell, tehát a művészetnek a feladata is, hogy egy kicsit tükröt tartson az emberek elé, a közöny elé, az érdeklődés felé, a segítség felé. A darab, hogyha egy ilyen nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor egy segélykiáltás a tánc nyelvén. Segélykiáltás azért, hogy figyeljünk egymásra, azokra, akik már átélték a borzalmakat. A borzalmakat, melyek a színpadon megelevenednek, a tánc mellett különböző vizuális elemek segítségével. Velekei László koreográfiája ezúttal is egyedire sikerült, Kis János pedig ezúttal is szabad kezet adott a harangozó díjas művésznek. Nagyon fontos, hogy egy alkotót nem szabad korlátozni. A fiatal alkotónak segíteni kell. Tehát a korlátozás és a segítségnyújtás, ez két különböző dolog, és a kritikai megfogalmazás, pláne akkor, hogyha az emberre még hallgatnak is, akkor ez nagyon jól tud működni. Egy alkotásban nagyon sok, tehát ez egy összjáték, ugye a táncos, az ő a hangszer, pláne amikor a mozdulatokat találja ki az alkotó, egy táncművész tényleg a testét adja, mint egy hangszer a zenekarban. Az előadás során vannak pillanatok, amikor a néző úgy érzi, gombóc van a torkában, összeszorul a szíve, és segítene a bántalmazott lánynak. Vagyis a hatás nem marad el, ez ismét egy olyan darab, melyet mindenkinek látnia kell.